tervezetnek megfelelően haladunk szerintem, tehát itt elkezdődtek az edzések szeptember közepén, és hát a múlt héten le is zajlott az első mérkőzés a U10-es csapatnak megméretés, és a várakozáson fölött szerepeltek a fiúk. Nyilván a kézilabda tudásuk az nyilván a két hónap nem lehet csodát tenni, tehát itt a kezdeteket kell nézni, ahhoz képest egész jó volt. A fiúk nagyon lelkesek voltak, élvezték a mérkőzéseket, nekik nagy újdonság volt, kihívás volt az, hogy nagy pályán játszottak, csarnokban játszottak, ellenfelek ellen, játékvezetővel. Tehát ezeket a feltételeket kell szépen apránként megszokniuk. És azt mondtam is nekik, mert el voltak egy picit kenődve, az egyik meccs a szoros volt, a másik meccs ott nagyobb különbség volt, és ott nagyon elkenődtek, és mondtam nekik, hogy nekik nem az a lényeg, ők tanulják még most a kézilabdát, tehát akik ellen játszottak, azok már évek óta játszanak, és kétszer annyit edzenek meg hát régebben. Úgyhogy csodák nincsenek a sportban, de a munkával nagyon sok mindent el lehet érni. Úgyhogy nagyon lelkesek voltak, mondtam, hogy ezt tartsák meg a lelkesedésüket, és járjanak edzésre, szorgalmasan dolgozzanak, akkor a különbségek csökkenni fognak a jobb csapatokkal szemben is. Hát egyenlőre ez a célunk, hogy a gyerekek játszanak és élvezzék, amit csinálnak. Tehát ez a legfontosabb, és hát nyilván aztán majd látjuk, hogy hova kell majd tovább lépni. Ezek a mérkőzések arra is jók, hogy lássák azt, hogy hova lehet eljutni. Milyen csapatok alakultak, hogy alakul a létszám? Hát itt a U8 és U10-es csapat itt sümegen, és most örömmel újságoltam, hogy Csabrendeken is a héten, kedden voltunk edzésen, és ott nagyon sok kisgyerek jelentkezett, és ott is be fog indulni lányfiú kézilabda szintén. És hát nyilván Tapolcán már régebben működik, tehát ott már évek óta van 7, 8, 9, 10 éves és 12 éves korosztályban csapat, úgyhogy nagyon jó szerepeltek, tehát itt Tapolcai két mérkőzést nyertek tulajdonképpen itt a korosztályukban. De hát ez változó, mert nyilván itt hol milyen erősségű csapattal találkoznak, tehát itt mindig van erősebb ellenfél, tehát itt ez a jó a sportban, hogy mindenki megtalálja a megfelelő riválist mindig. Mennyire lesznek jellemzők a továbbiakban, hogy tornákat rendeznek? Hát itt a bajnokságban fogunk indulni, szerepelni a megfelelő időszakokban, tehát a kisebbeknek havonta, illetve a legkisebbeknek, azoknak majd csak februárban lesz a szivacs, U7, U8-asoknak, meg a 9-esek már elkezdik a héten. Az U10, U12-esek azok pedig havonta találkoznak különböző helyszíneken, tehát ők azért már egy kicsit sűrűbben versenyeznek. A kicsik azok még inkább, nekik az a fontos, hogy edzenek, tehát az sokkal fontosabb. Hát nyilván a mérkőzések is már alig várják már, tehát a gyerekek folyamatosan játszani akarnak, tehát meg kell találni az összhangot a játék, a gyakorlás és a mérkőzések között. Az út elején járunk, a Veszprémmel, illetve a Sümegvárosi Sportegyesülettel történő megállapodás következtében, illetve az iskola, valamint az önkormányzat hatatos támogatásával sikerült elindulni már a tavalyi tanévnek a végén, óriási létszámmal, illetve most szeptembertől újra szerveztük, vagy tovább szerveztük ezt a kézilabdás előkészítőinket, alsó tagozatban elsősorban első-másodikas fiúk, első-másodikas kislányok, harmadik-negyedikes fiúk és harmadik-negyedikes kislányok, valamint 5-től 8-ig vegyes csoportjaink vannak. Hát nyilvánvalóan felmenő rendszerben szeretnénk megerősíteni ezt a sportot, illetve ezt a szakosztályt. 5-től 8-ig önállók inkább örömkézilabda, de ott, ha kiugró tehetséget találunk, nyilvánvalóan az ő tehetséggondozásuk is megoldott. Ott elsősorban diákolimpiára készülünk majd, itt az alsó korosztályokban pedig versenyzésre a Telekommal kapcsolatban, illetve közösen a fiúkat, a Sümegvárosi Sportegyesület égisze alatt pedig a kislányokat fogjuk majd versenyeztetni. Milyen edzésmunkánál tartanak a jelenlegi csoport, milyen edzésben vesz részt? Hát a kicsi korosztályokkal először labdásügyességfejlesztés volt, labdaügyességfejlesztés, kondicionális, illetve koordinációs fejlesztés végeztünk. Nagyon-nagyon sokat segítenek a kollégák az általános iskolában, hiszen a testnevelési órákon sokat labdáznak, illetve az első és legfontosabb cél a sportágnak a megszertetése, illetve maga a sportolás, a sportos életmódnak a kialakítása, és ezen belül a kézilabda, mint labdajátéknak a kiemelt szerepét szeretnénk megvalósítani. Mit jelent a Telekom Veszprém támogatása, milyen hozadéka van ennek az együttműködésnek? Hát úgy gondolom, hogy ez a
gyümölcső kapcsolatnak óriási hozadéka lesz. Egyrészt támogat minket felszerelésbe, lehet látni, hogy új labdáink vannak, edzői egyenfelszereléseket kapunk, de ami szerintem a legfontosabb a gyerekeknek a mezei, hiszen olyan mezekben játszanak, mint a világválogatott, meg olimpika negyedik helyezett Gulyás Péter például. Az autóbusznak a bérlésében akkor csomagot kaptak a gyerekek, tehát ételt kaptak. Ez mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos, és azt szeretném elmondani, hogy az edzők munkát is nagyban segítik azzal, hogy olyan továbbképzésekre juthatunk el, ahol mellettem 200-szoros magyar válogatott ül, élvonalbeli játékos ül, bajnokok ligáját, megjárt játékosok ülnek, úgyhogy ez nem csak a gyerekek számára nagyon nagy élmény és kihívás, hanem nekünk edzők számára is nagyon-nagyon fontos.